tákolni fogod a dolgokat. Nem akartam. És ha azt akarjuk, hogy ne legyen a megyébe katasztrófa, akkor alaposan fel kell készülnünk. Ez a mai nap is ezt szolgálja, hogy az árvíz elleni védekezést gyakoroljuk, az együttműködést gyakoroljuk az együttműködés közreműködő szervekkel, szervezetekkel, stratégiai partnerekkel. Ezen kívül pedig honvédelmi jellege is van ennek a gyakorlatnak, hiszen a katonákra is szükségünk van egy nagyobb kiterjedés a árvízi védekezéstér, az erőik eszközök pótolhatatlanok a helyszíneken, a kárhelyeken, ezért itt vannak a katonák is, de ugyanakkor a önkéntes mentőcsoportjainknak is az újraminősítését végrehajtjuk, hiszen ezek az önkéntes mentőcsoportok képezik már a gerincét a katasztrófa elleni védekezésnek. Több ezer állampolgár lépett be önkéntes mentőcsoportokba, és természetesen, amikor szükség van rájuk, akkor azonnal jönnek. De ugyanakkor értéket is teremtünk ezzel a gyakorlattal, hiszen itt Csonkád térségében 5 depóniát alakítottunk ki, homokdepóniát, a gyakorlat közepette, amikor majd éles helyzetben szükség lesz a homokra, akkor nem kell már géperőt használni, hanem ott van a helyszínen a megfelelő mennyiségű homok, és fel tudjuk használni. A Csonkádon vagyunk, és különböző árvízvédelmi helyzeteket gyakoroltak itt a kollégáid, és itt van a Vörös Kereszt is. Mi a feladat ilyenkor a Vörös Keresztnek? A Vörös Kereszt akkor lép működésbe, amikor már a mentési munkálatok megkezdődnek, illetve a helyreállítási munkálatok megkezdődnek. Itt a gyakorlaton arra kaptunk most felkérést, hogy segítsünk be az étkeztetésbe, tehát a mentési munkában résztvevő, katasztrófavédelmi munkában résztvevő önkénteseknek, szereplőknek az ellátásában. Tehát most ellátási egységgel vagyunk jelen, egy olyan 15 fő jött a Vörös Kereszt részéről, részben a főállású munkatársak, illetve önkéntesek jöttek velünk most ide Csonkádra. Egy másik feladatot is kaptunk, amit egyébként is szoktunk csinálni akkor, amikor katasztrófa helyzet alakul ki. Elsősegélynyújtást és pszichoszociális segítségnyújtást szoktunk végezni. Ez azt jelenti, hogy a bajba jutottaknak az élelmezéséről, a szállásáról, és a ruházattal való ellátásáról gondoskodunk, illetve nagyon sokszor alakul ki egy katasztrófa helyzetben, például pánikhangulat, sokan kerülnek sokkos állapotban, nem tudják, hogy ilyenkor mi lesz az ingóságaikkal, a házukkal, például, hogyha elviszi a víz. Ilyenkor figyelmet kell arra is szentelni, hogy megfelelő kommunikációval ezeket a beavatkozásokat meg tudjuk csinálni, végre tudjuk hajtani, hogy a bajba jutottak megnyugodjanak, át tudják látni a helyzetüket, illetve tudják azt, hogy mi lesz a következő lépés az életükben, amit meg kell tenni. A mai napon egy katasztrófa felszámolási együttműködési gyakorlat keretében társszervek és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, illetve civil egységek részvételével kerül sor a gyakorlatnak a végrehajtására. A gyakorlatozó részszáma az önkéntes mentőcsoportok részéről 308 fő. Ehhez a hivatásos katasztrófavédelmi, illetve az együttműködő szervek részvételével mintegy 500 fő volt a gyakorlatnak a teljes létszáma. Természetesen árvízi védekezés a vízügynek a szakmai irányításának nem valósult meg, így a gyakorlaton részt vett a Felső-Tiszavidéki Vízügyigazgatóság. A gyakorlatnak célja volt, hogy a honvédséggel együttműködésben kerüljön az végrehajtásra, így a megyei területvédelmi tartalékos egység is részt vett a gyakorlatban, illetve a Vörös Kereszt is szerepet vállalt.
A gyakorlat keretében különböző kárhelyszíneken történt a feladatnak a végrehajtásra. Az egyik mentőcsapatunk, amely a mai napon a gyakorlat során részt vesz, ez a Csenger járási szamos mentőcsoport. Ő vízimentési szakterületi minősítést szerzett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kidolgozott nemzeti minősítési rendszerben, amely minősítésének a megújítását hajtotta végre a mai napon. Az ő kárhelyükön vízbe esett, állárasztott területen bajba került személynek a kimentését hajtották végre mentőcsónakokkal. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 kilométernyi mobilgátat szerzett be, amely a hagyományos homokzsákos árvízi védekezési módok mellett egy újszerű lehetőséget teremt az árvíz által az árvíz elleni védekezésben. Az egyik kárhelyszínünkön a mentőcsoportok ezt a mobilgátnak a telepítését és az üzembe helyezését hajtották végre. A másik három kárhelyszínen a hagyományos az árvíz elleni hagyományos védekezési módok, a homokzsákkal történő buzgár elfogó medence kiépítése, nyúlgát kiépítése, illetve a bordás megtámasztás kiépítése a vízügyi szakembereknek a szakmai irányításával. A gyakorlatnak a vezetésére helyszíni katasztrófavédelmi törzset működtetünk, amelynek vezetője koordinálta a káresemény, a kárhelyszíneken folyó tevékenységet, illetve a gyakorlatban részt vett Sonkád és Kölcse települések polgári védelmi parancsnoksága is, akik a gyakorlat feltételezett helyzete szerint Sonkád és Kölcse településeket árvízveszélyeztette, és fel kell készülni a településeknek a kitelepítésére. Ennek keretében felkészülési feladatokat hajtottak végre, számba vették a rendelkezésre a szállítókapacitásokat, az önerejéből kitelepülni képtelen személyeket, a rendszeres ellátásra szorulókat, számba vették azokat az intézményeket, amelyek a településen találhatók, megtervezték ezeknek a riasztását, hogy egy árvízi helyzetben ez hogy történne, illetve a parancsnokságok elkészítették olyan okmányokat, lakossági tájékoztató kiadványokat, ami egy árvízi helyzet kezelése során szükséges a lakosság megfelelő információkat történő ellátásához. Természetesen az árvízvédelmi technológia, az árvízvédelembe bevethető eszközök is változtak az elmúlt időszakban, a világban is és Magyarországon is. Ezek között elsőként lehet említeni a mobil árvízvédelmi falakat. Ez azt jelenti, hogy előre megépítjük az alapokat vasbeton szerkezetből, és amikor jön az árvíz, akkor építjük fel a falat kellő magasságba, a mértékadó árvízszintnek, a meghatározott szintnek megfelelően. Ez azt eredményezi, ez különösen települések mentén nagyon érdekes, hogy a település nem választódik le a mellette lévő folyótól, hanem együtt tud vele élni, és ezek a falak csak akkor épülnek meg, amikor jön az árvíz, tehát megfelelő erőrejelzéssel vízügyi szolgálat jelzi az árvíz szinteket, és annak megfelelően kellő idő áll rendelkezésre ezeknek a megépítésére, és hát láthattunk a mai gyakorlaton is tömlőgátnak a kialakítását, kiépítését. Ezek is nagyon gyorsan telepíthető, egyszerűen használható eszközök, különösen akkor a megfelelő személyzet áll rendelkezésre, és ez minden ilyen szerkezetre igaz, tehát megfelelő gyakorlattal, tudással rendelkező csapatoknak kell készenlétbe állni, hogy a lehető leggyorsabban ezt meg tudják építeni. Önkéntesek, mekkora szerepük van ezeknek, hogy tudják segíteni az önök munkáját? Nagyon nagy szerepük van, hiszen ezek az emberek itt élnek a térségben, tehát ők vannak a lehető legközelebb az árvízveszélyeztetett helyszínekhez, tehát őket tudjuk azonnal mozgósítani, ők elkezdik a munkát, és másonnan lesz idő erőket átcsoportosítani, akár a megye más részeiből, vagy más országrészekből, vízügyi igazgatóságoktól, műszaki irányítókat, védelmi osztagokat és egyéb berendezéseket, védelmi anyagokat. Mekkora szakaszon dolgozik a vízügy egyébként árvízvédelmi terület szempontjából? Mekkora gátszakaszunk van? Nekünk a fő vízvonalunk 540 km hosszú a Felső-Tisza-vidékén. Ennek a karbantartását, fejlesztését és ezen való védekezést kell ellátnunk adott esetben.